Tavaly már beszámoltunk róla, hogy a meglévő kutak vízjogi engedélyeztetésével összefüggésben a korábbi jogszabályi előírás szerint valamennyi kutat engedélyeztetni kellett a vízjogi bírság elkerülése érdekében legkésőbb 2018. december 31-éig. Aztán december 12-én az országgyűlés elfogadta a vízgazdálkodásról szóló törvény módosító jogszabályát, amely 2018. december 21-e napján lépett hatályba. A korábbi jogszabályi előírások szerint a már meglévő kutakat 2018. december 31-éig kellett bejelenteni. Most 2018. december 12-én az országgyűlés elfogadta azt a törvénymódosító javaslatot, mely szerint mentesül a bírság megfizetése alól az a létesítő, aki a kutyát 2018. december 21-e előtt létesítette engedély nélkül vagy engedélytől eltérően, és kérelmezi az engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig. Továbbá várható egy végrehajtási rendelet megalkotása is, mely egyrészt a kutak engedélyezésével kapcsolatos részletszabályokat fogja tartalmazni, illetve várhatóan egyszerűbb és költségkímélőbbé fogja tenni az eljárást. Ez 2019. év folyamán várható ez a végrehajtási rendelet megalkotása. Tehát összefoglalva a bírságolásmentes határidő 2020. december 31-ére módosult, és érdemes megvárni ezt a végrehajtási rendeletet, mivel anyagi és adminisztratív terhet fog várhatóan levenni a kúttulajdonosok válláról. Tehát akkor jól értelmezem, aki nem jelentette be 2018. december 31-ig a már meglévő kutyát, az most semmilyen szankcióra nem kell, hogy számítson? Nem kell, hogy számítson semmilyen szankcióra, amivel 2020. december 31-e az új határidő, tehát addig van ideje mindenkinek engedélyeztetni a kutyát. Kapnak még a ingatlan tulajdonosok ezzel kapcsolatban tájékoztatást? Igen, a honlapon van már fönn ezzel kapcsolatban tájékoztatás, illetve várhatóan a februári újságban fog megjelenni az erről szóló tájékoztató, de bármilyen kérdés van, akkor a hivatalban személyesen is fel tudják tenni a kérdéseket, illetve telefonon vagy e-mailen is lehet érdeklődni, illetve bármilyen változás bekövetkezik, akkor folyamatosan tájékoztatjuk arról a lakosságot a honlapon, Facebook oldalon, illetve a gyáli újságban. Kérdés vagy engedélyeztetés kapcsán a gyáli lakosság szíves rendelkezésére személyesen ügyfélfogadási időben a 29-es körzet 540-968-as telefonszámon, vagy a kuruc.cz/szigetvári.szonya@gyal.hu e-mail címen állnak.